Szevasztok, ez itt a Grilllight, folytatom tovább a tank összerakását, lehet, hogy meg is alapozózom most majd a drágaságon. Egyelőre még pattingatok rá egy-két cuccot, mert az az kell. Aha. Kaptam erre a csajra egy feliratkozást a Twitch-en, tök fasza. Lecseréltem a nyestit egy fiatalabb, csinosabb amcsi streamerre. Mármint a megtekintését nézve. A magyar csaj túlságosan flegmának találtam, ez ilyen aranyos, ez egy kis fasza. Na nézzük. Itt is látom, mindenhova ecsetelem a ragasztót, csak oda nem, ahova kéne. Befele néz a izé. Tehát ez a felnyitós 8-on pattintsuk a helyére. Így jó, hogy megcsiszolgattuk egy kicsit. Hát így le is zárta tökéletesen, ez a baj. Ezt is így fel kellett volna nyitni. Innen is kikukucská, csak az a baj, hogy egy figurát adtak hozzá. De gondolom az itt nyílt volna szét, és így hátul, így előre, csak itt el kellett volna vágni. Az nagyon jó nyomja ez a picsa. Nagyon ügyes. Csak akkor leszoktam halkítani, mert a zenéket nem nagyon szeretem, amik szólnak alattam. Nem vagyok valami popzene rajongó. De a sunákat azért megnézem. Na. Kéjenc geci vagyok. Aha. 18-as ez. Lánctalp darab lenne. Jó. Talán szétlövik a tankot, vagy aknára fut. Akkor lehessen valahogy az én. Na, így való. És van neki ilyen külön kis azért. Na. Ugye ezt majd itt lehet más színűre a lánctalpnak ezt a darabját. Tizenötös nevezeti cucc. Hoppá, itt van egy 15-ös, de azt levágtam. Akkor kell egy másik 15-ösnek lenni. Igen. Ez az. Ez hogy megy? Ez a darabka. Így. Ezzel fölfele,
bele ebbe a gecibe. A tanknak a kémlelő nyílása. Itt néz ki a tanknak a vezetője. Ide szeretnek belőni a németek legtöbbnyire. Be is lövődöztek egy párszor a köcsögöknek. Kartontank. Ez még a Sherman-nél is szarabb volt, tehát ilyenekre. Na ezeknél például Sherman faszább volt. Azt hiszem ezt a Sherman váltotta le. Annyira szar volt ez a tank. Annyira szarul teljesített, mint kb. Mint Orbán Viktor. És kértek az Amcsiktól Sherman tankokat, és azokra cserélték le a Crusaders, még az elején használták nagyon ezt a fajta tanktípus. Úgy annyira nem néz ki rosszul, de tévedtem, hát a Turán 2-es ehhez képest, de a Turán tankok ehhez képest Tigris tankba, az meg pedig azok Skoda licenszre épültek, a Turánok. De a Turán ehhez képest, ez egy komoly cucc. Turán tankok megették volna ezt a tankot a picsába, ha egybe kerültek volna. Ezek a T-34-eseket is egész faszán lövöldözték ki, nem volt az annyira szar tank, mint mondják. Meg az Rényi 2-esek is amúgy egy egész fürge kis tankvadászok voltak. Azok is azért basztak meg egy pár szovjet tankot, már nem azért. Utána olvasgattam így, csak hát nem volt túl sok belőle, abból se. Picit képzetlenek voltak a tankpilóták. Rendeltem egy Blue Yeti mikrofont, nem tudom mikor jön meg. Bár már írt a Musiker, hogy nincs készleten, tehát úton van, hát reméljük nem az lesz, hogy sztornozzák a rendelést, hogy nem kapnak, vagy valami, mert nagyon jó darabot néztem ki. Mert az a baj, hogy abban az árkategóriában, amit kinéztem, az pont ilyen 50 ezer forinté pont az volt. Korrekt. Utána már csak 80 ezreké vannak, de hát azért 80 ezret nem adok ki. Érte? Az már elvből nem adok ki érte 80 ezret, még ha jobb is, akkor is nem érdekel. Bekaphatják a faszomat, tehát azért. Ahol mi ez? 10-es. Tehát ezek ilyen lámpák. Azt hiszem vonóhorgoknak lesz ez éje. Csak ez hányason van? Szerintem nem ezen. Ez másik panel. Aha. Ugyan ezek kurva óvatosan. Most át is cserélem. Ez hegyesebb, ez most lehet, hogy ide pont jobb lesz. Bár a másikkal jobb vágni, ez ilyen semmilyen cucc. Ez egy kifejezetten makettezéshez van, bár mondjuk ennek nem tetszik, ez ilyen barkátszerű élvágó. Mondjuk az, hogy valamikben jobb, hogy hegyes, valamikben jobb, hogyha tompább így a vége. Ezt szoktam meg, de hát ezen így barátkozom még egy kicsit, ez ilyen szokatlan a fogása is minden. Egyszer csak egyet vegyünk közt. Igen, tehát nem, ez se vágná el rendesen. Ez egy lövöldözős Getzweidere. Nem bazd meg, be lehet ott rakni. De, na ez jó hazeg a várba, bazd meg, ez fasza. Nem olyan fostalicska szarok, mint a nútok például, mint a Cvezdába, hát az valami gyalázat. Cvezdába, ugye, egy beraknád a nútba, ez nem jó bele, hogy
ilyen apró alkatrészeket kell reszelgetni, meg vagdosni, meg ilyenek. Hazzeg, ahol meg pont fasz. Pont jó, rá is lehetett fogni. Lehet, hogy kézzel is berakhatnám, de... és nem akarom. Aha. Ez az. Kicsit ez csálébre sikerült, de fényszórói legalább így. Ja, benn van. Ezt megcsináltam. Wow. Kis kék hajú. Angyalka. Geci. A komplexebb itt a kipufogó. Nézem. Anyádat! Ez az. Nem kéne nútot lekvaragni, most látom. Na. Huszonötös, 24-es. De hitványom kell ezt berakni. Ó, meg szarul is vágta el ez a geci. Csúnya bazd meg. Isten basszom meg te, így. Vágta már. Szóljuk össze ezt a buzit. Így. Igen, ez a geci kint marad. Ebből így benn marad, és itt, aha, értem. Na, ez így vágom. Rá is lehet fordítani. Gyorsan vagyok, mert ráolvad az ujjame. T34-esnek is ígyen tartály szerű. Ezt rövidebbre vágtuk. Igen. Na most ez így megvan. Az anyádat. Na ezt most hogy? Vágom! Vágom! Így adta magát.
picit óvatosabban a ragasztókenéssel, mert ez így adta magát gecire, mondjuk most. Hűtőrácsba beakasztod, tár meg az anyád, megbaszod, meg kiesel, te fasz. Majd már beteg, geci. Ugye? Top ki a faszom! Kap már bele, te. Pedig ott jó, tanulban. Csak nem akar bele, van kis helyen tapadhat fel. Olyan nyira bazd meg, hogy oda bele se ment. Miért hosszúra hagytam egy csöppet. Úgy már vágom. Így. Most már látom, mi a hosszúnak kell lenni ennek a gecinek. Erősítettünk. Tartálja, ne legyen a picsa gyenge. Hogy is van ez, ez a benzincső? Az nem is kell, ez a pöty geci rá, ez megtévesztett. Oké. Az anyádnak tesztek rá, mert ezt nagyon szar lesz felragasztani. Mert ezt túl kosorjázgatom én ezt itt. Mint ez az Isten. Bazd meg. Bazd meg, most hogy vágjam ki, geci? Az nagyon rossz ötlet volt így le, ezért. Még jó, nem pattant ki tovább. Lett volna ordítása. Akkor így. Hát meg túlzottak ez a geci, bazd meg. Ilyet leönteni, bazd meg, az beteg. Ez beteges, geci. Na, ez ilyen alkatrészeket 172-esbe, 2-esben kurvára mellőzném. Mondjuk egy ügyes makettozó ezeket izéből csinálja, drótból. Hát több értelme lenne, meg élethű is. Csak ilyen lusta geci vagyok, ezt én ilyen passáokat ragaszgatok be, bazd meg. Ez a vezeték. Menjél bele, úgy. Hogy jó is lett. Mondjuk jó lett kimérve. Az ott benn van. Csak ez úgy, hát a festem, ez úgy el fog törni, mint a picsa. Az a baj. Megolvasszuk egy kicsit. Ugye. De beraktuk. Az a lényeg, hogy benn van a nurba. Anyádat. Most nagyon basztatom, akkor meg nem köt meg. Hogyha mozgatja az ember.
bazd meg! Hát ez nagyon picike. Kis apró boxokat kell. Azt is két fele vágja, geci. Meg ez 1.72-esnél nagyon elgurult néha némelyik ilyen makett cégnek így a gyógyszere. Tehát én megmondom őszintén, szerintem egy 1.35-öset bazd meg könnyebb rakni. Igaz, hogy lehet, hogy abban több az alkatrész, de akkor is bazd meg, azon legalább nagy. 1.72-esbe ilyet rakni, az már perverzió. Most valahogy össze kéne izélnem. Bugiznom bazd meg az anyádat, hogy... Na, hogy el ne lőd, akkor rábaszunk. Ráhúztam, rá, bazd meg. Oké, a faszt. Egybe se akar passzolni, hát ez a legjobb. Oké, egybe passzol. Passzol, kezemről gyere le, mert... Ráhalvadsz, bassz meg. Na ez hova? Ez a faszopó ide. Itt van egy pötty... Ne getizzé. Hú, bazzeg, ezt előbb kellett volna tartály előtt beragasztani. Bebírom rakni, de hát akkor is. Szopja le a faszom. Egy kis téglácska. Jó nagy a nútja. Szikével beforgatjuk. Na. Igen, mondjuk befér a tartály mellett simán. Bazd meg, beleforduljál már, te. Szar. Oké, sikerült berakni. Azt hiszem. Ó, mi lehetett ez itt? Oké, bele is izét. Jó. Aha, pont jó lett, tényleg így. Rögtön bele is gyógyult. Na. Szaggatott vonallal volt rajzolva, tehát itt pont akartam. Kis tartály, 12-es. Ez egybe van. Jó, na, geci. De inkább nézzük meg a másikat. Annak ki van már szedve. Várjál már, geci! Mi tartály ez? Mi a fasz ez? Ja, vágom! Ezt kell kivágni, mert ez nem kell. Tehát nekünk csak erre van szükségünk. Ez csak egy ilyen faszom. Megtévesztő elem. Azt hittem, hogy alkatrész, de nem. Azt ki kellett vágni, ez nem kell. És valahogy... Hogy bazd meg?
Gondolom nem a izére kell. Ó, az meg. Ugyanúgy mind a két oldalra kell rakni, ebből a 12-esből. De legalább akkor ennek a rejtélye is most már megoldódott. Befele legyen ez a szar. Mondjuk ilyen nútja az nincsen neki, hogy jár a fekvős geci. Úgy látom a rajz szerint olyan, mintha ezt így kéne rakni, de hát meglátjuk. Jaj, le ne ejtsen, bazd meg. Ezért kellett volna. Várjál már fordítva. Aha. Valami jó, mi le tudtuk szedni róla, oké. Közben a csálénál a kurva anyádat, most majd már értem. A csálén vágtam le. Na várjál, bazd meg. Hát erre nem volt itt szó, hogy itt ez ilyen fos lesz. Igen. Jó, már túl sok lesz ott a ragasztó, az nem jó. Igen. Így. Meg kellett faragni egy kicsit itt az alját. Még ennek is van. Nem, ez úgy egyenesen lett aránylag vágva. Na bazd meg, hogy férjébe ide lesz a lőve. Na ezt itt kéne megreszelni egy kicsit. Na ez... Na nem fogja. El fog állni az egész, hogyha azt nem csiszolom meg ott. Meg püttyent ez a cigány, az bazd meg, rosszul raktam föl. Megzavart az esélyikam, geci, hát hogy püttyent, ne pötyögjél már. Pötyög itt a fejemen ez a cigány szar. Belenyúltam, bazd meg. Na, hogy rögtön bele is az édem. Na, ezt még szebben is sikerült berakni, mint az előzőt. Megvan. Most hogy? Ú, még egy ilyen buzizé van. Buzi rakni való, úgy látom. És hogy is kell lesz 11-es? Na nézzük. Pakoljuk fel. Ez is ilyen roma lesz-e? Itt van egy cső. Az két oldalt ugyanúgy be kell vezetgetni. Tehát hogy rakjuk ezt be? Ez így egyben van, ez a fos szájú. Fasz szájú. Igen. Sejtem, hogy hogy kell most már. Vág már létszve szépen úgy. Ah, ennyi volt. Hát ez gyors volt, bazd meg.
Elfáradt a kis csaj. Ez a baj, nincsen az árkusz. Miért nincs az árkusz, bazd meg? Nézném most, geci. Hűha! Ez most hogy? Na mindegy, rakjuk be valahogy. Jaj, az anyádat tartsd már meg valahogy, míg beejtelek oda, te. Tartsál már ki. Ugye. Oké. Jöhet a másik is ide. Jó büdös illata van ennek a festéknek. Jó! Kurva! Utolsó pillanatban van. Szoptassalak most már meg, gyermekként, te. Harmadjára is szoptassalak meg, gyermekként. Negyedjére már nem esel le, reméljük. Geci, beszárad a ragasztó, ha marad-e sikerül rakni. Pedig ezért. Igen, ez is úgy arra néz, ez a kis patkó. Hát ezzel még lehet itt reszelni. Hát a faszom, azt elkezdem csiszolni, bazd meg, elpattan ez az a... Ez annyira puha lófasz. Puha lófasz ez az egész, hogy el is pattan, bazd meg. Anyas, kettes, hármas cső. Itt van. Értelemszerűen ez így, az meg úgy. Ó, ezt csipesszel rakjuk el. Kurva anyádat, basszat szájba. Hó! Csőgeci! Forogjál már, csőgeci! Azaz, geci! Na, sikerült berakni. A csövet a csőgeci. Be! Az ott bekottant, jó van, az meg. Ilyen buzi alkatrészeket, he. De most komolyan mondom, ez az. Az most ez durva volt. Az ott megszorul. Így.
Leopárd geci ott mászkál. Pattadj be! Pattadj be, te fasz! Pattadj már be a kurva anyára, tudja! Az itt valahogy nem fogja itt most. Még ott van az a kurva szar. De ez a csőrendszer, bazd meg a tanknak. Komplikáltabb. Ott is van valami geci. Hát igen, majd most jönnének a görgők, gondolom. Görgő, faszom. Szarom a görgőket. Itt eltüntettük ide, a lámpát beraktuk, jó, az a gecit beraktam, lánctalp. Már gyakorlatilag ez most már teteje. Szinte kész is lesz a tankocskának, de mindenféleképp kell egy alapozót küldeni, mert szép alapos tank lesz ez. Majd még folytatjuk.